HACCP rendszer, veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok, angolul hazard analysis, critical control point. Ma már a világ számos országában, így hazánkban is, jogszabályokban kötelezővé tették a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetését. Az élelmiszerlánc szereplői számára, így az élelmiszerforgalmazók számára. A HACCP bevezetésének szükségessége célja: az élelmiszer fertőzések, mérgezések megelőzése, az élelmiszerek minőségének biztosítása, azaz a fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne okozzon egészségi ártalmat. A HACCP rendszer lényege az élelmiszerkereskedelembe, hogy a vezetésnek fel kell mérnie a kereskedelmi egység tevékenységének veszélyeit, meg kell határozniuk a veszélyes kritikus pontokat és intézkedéseket kell tenni a veszélyek kiküszöbölésére. Az egész folyamatot dokumentálni kell. Minden élelmiszerkereskedelemben dolgozónak tisztába kell lennie a veszélyforrásokkal és a veszélyek megelőzésének, kiküszöbölésének módjával. Mindenkinek tudnia kell a feladatát, és azt el kell végeznie. Az élelmiszerekkel foglalkozó vállalkozások piacra lépésének minimális feltétele, hogy kiépítsék a HACCP kockázatvédelmező rendszert. A rendszer alkalmazása Magyarországon 2004. májusától kötelező, az élelmiszeriparban és a kereskedelemben, valamint a vendéglátásban és a közétkeztetésben. A rendszer meghatározza az élelmiszerek feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalmazásának egész folyamatára jellemző veszélyforrásokat, a kritikus helyzetek kezelésének módját. Olyan az egyedi sajátosságokra tekintettel lévő rendszer, amely a veszélyek megelőzésére szolgál. Lényegében a vállalkozások élelmiszerbiztonsági terve, amely 7 alapelvre épül. Ezek: veszélyelemzés, a kritikus szabályozási pontok, CCP-k, azaz critical control pointok meghatározása, a kritikus határértékek meghatározása, a kritikus szabályozási pontok felügyeleti rendszerének felállítása, a hibajavító rendszer kialakítása, a szükséges igazoló eljárások, a dokumentálás. A rendszer kiépítését külön hitelesíteni egyetlen szervezettel sem kell, de a hatóságok ellenőrzik a meglétét. A HACCP sikeres alkalmazásához a vezetés és a dolgozók teljes elkötelezettségek és részvétele szüksége, illetve szükséges. A HACCP rendszer előnye, hogy alkalmazásával rövid időn belül automatikussá válnak azok a teendők, amelyek segítségével valóban kiküszöbölhető a veszélyes helyzetek kialakulása. Pontosan meghatározza a döntési, intézkedési, felelősségi jogosultságokat, így elkerülhetők a ki a felelős típusú viták. A rendszer kiépítésének 7 alapelve, azaz pillére ismert. Első: veszélyelemzés végzése. A módszer első alapelve előírja, hogy fel kell mérni és meg kell határozni mindazokat a veszélyeket, melyek a forgalmazott élelmiszerekben vagy élelmiszerben a fogyasztó egészségkárosodását okozhatják. A veszélyek biológiai, kémiai, fizikai eredetű anyagok, melyek a veszélyforrásokon, hordozókon keresztül jutnak az élelmiszerbe. A veszélyelemzés hatálya ideális esetben a teljes élelmiszerláncra kiterjed. A nyersanyagtermeléstől a feldolgozáson és a forgalmazáson keresztül a fogyasztásig. Második alapelv: a kritikus szabályozási pontok meghatározása. Azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a veszélyek kiküszöbölhetők, megszüntethetők vagy előfordulásuk az elfogadható mértékűre csökkenthető. Harmadik alapelv: kritikus határértékek megállapítása. Annak érdekében, hogy a kritikus pontok szabályozása alatt álljanak, határértékeket kell megállapítani, amely
alkalmasak az egyértelmű elfogadható vagy nem elfogadható döntések meghozatalára. A kritikus határ értékén mindig olyan értéket kell választani, ami a mindennapi gyakorlatban egyszerűen mérhető, és ami alapján jól lehet következtetni a valódinak ítélt veszélyek mértékére. Negyedik alapelv. A kritikus pontok szabályozását felügyelő rendszer felállítása. Minden olyan ponton, ahol szabályozás szükséges, megfelelően hatékony felügyelő rendszert kell felállítani és működtetni. A felügyelő rendszer felállítása során meg kell határozni, hogy az előírt határértéket ki, milyen módszerrel, milyen gyakorisággal állapítsa meg, és az eredményeket milyen módon kezelje. Ilyen felügyelő módszer lehet például tárolási hőmérséklet időszakos ellenőrzése. Ötödik alapelv. Azon helyesbítő tevékenységek meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, a felügyelet jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt. Minden CCP felügyelő tevékenységhez ki kell dolgozni egy olyan eljárást, amely meghatározza, hogy ki mit és hogyan intézkedjen. Ha a szabályozottság megszűnt, vagy nem teljes mértékű, tehát előre meg kell határozni, hogy mi a teendő akkor, ha a tárolási hőmérséklet nem az előírt mértékű. A helyesbítő tevékenység mindig két irányú kell, hogy legyen. Először el kell dönteni, hogy mi történjen a nem megfelelő termékkel, utána intézkedni arról, hogy ilyen eset ismételten ne forduljon elő, illetve helyre kell állítani a szabályozásnak megfelelő körülményeket. Hatodik alapelv. Az igazolásra szolgáló eljárások megalapítása, annak megerősítése, hogy a rendszer hatékonyan működik. Az illetékes vezetőnek ki kell dolgoznia egy olyan rendszert, amelybe pontosan meghatározza, hogy az alkalmazottai HACCP-vel kapcsolat tevékenységét milyen módon és milyen gyakorisággal ellenőrzik. Hetedik alapelv, azaz az utolsó. Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és nyilvántartást. Olyan dokumentációt kell létrehozni, amely kellően áttekinthető az egyes kapcsolatok, hivatkozások, világos és az élelmiszerbiztonsági rendszer működtetéséhez szükséges, valamennyi információt kell, hogy tartalmazzon. Az ISO 22.000 szabvány követelményei. Az ISO 22.000 szabvány az élelmiszerláncban résztvevő szervezetekre vonatkozó követelmények szerint kiépített élelmiszerbiztonsági rendszer önmagában is tanúsítható. Ugyanakkor követelményei integrálhatók a többi rendszerrel, MIR és KIR. Tehát MIR és KIR. Az ISO 22000 szabvány magába foglalja a HACCP előírás alapelveit és alkalmazásának lépéseit. Magyarországon minden cégének, vállalatnak, amelynek tevékenysége hatással van az élelmiszerbiztonsága, legyen az az élelmiszerlánc bármely része, rendelkeznie kell HACCP rendszerrel. Ez a rendszer önmagában nem tanúsítható, de az ISO 22000-es élelmiszerbiztonság irányítási rendszer, ABR, más irányítási rendszerekhez hasonlóan már igen, így a vevők számára objektív bizonyítékot lehet nyújtani arról, hogy az adott tevékenység, például a raktározás végzése során a kezelt termék biztonságos élelmiszert eredményez. Az ISO 22000 az egyetlen nemzetközileg elismert olyan élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer szabvány, amely függetlennek tekinthető, mivel azt non-profit szervezet dolgozta ki, szemben a különböző profiorientált szervezetek által erre a célra készített dokumentumokkal. Ezért azok a cégek, amelyek az ISO 22000 alapján szereznek tanúsítványt, joggal elvárhatják a hatóságok részéről a hivatalos elismerését annak, hogy rendszerük megfelel az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Az ISO 22000-es rendszer kiépítésének tanúsításának folyamata. Első. Az ISO 22000 szabvány szerinti működésre felkészítő szervezet kialakítása a cég által. Második.
A cég átvilágítása, információgyűjtés, szabvány ismertetés. 3. Folyamatok szabályozása, minőségirányítási eljárások kidolgozása. 4. A szabvány szerinti komplett rendszer kialakítása. 5. Dokumentáció elkészítése, oktatás, szabvány szerinti működés bevezetése. 6. Belső audit megtartása, a rendszer működésének belső ellenőrzése. 7. Független tanúsító szervezet kiválasztása, megbízása a tanúsítás lefolytatására. 8. Audit lefolytatása. 9. ISO 22000 szabvány kiadása. A szabvány használatának előnyei. 1. A szabvány nemzetközi szinten elfogadott tanúsítható szabvány. 2. Tanúsíthatóvá teszi az ISO 22000 részeként a HACCP rendszert. 3. Kiépítésével egységes dokumentált irányítási rendszer áll rendelkezése. 4. A vevőigényeknek való magasabb szintű megfelelés bizonyítéka. 5. A szabvánnyal tanúsított cég értéke növekszik, amely mindenképpen versenyelőnyt jelent. És ezzel a 19. tételt át is beszéltük, úgyhogy sziasztok, további jó tanulást!